Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Most már a vége felé járunk a hit fegyverzeteinek az olvasásában, annak tanulmányozásában. Ma két ilyen fegyverről szeretnék szólni, amit a Biblia az Efizusi Levél 6. fejezetében, a 16. és a 17. versében ír le. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pajzs és sisak, erről a két dologról szeretnék ma szólni. A pajzs, amit úgy hívtak latinul, hogy scutum, egy nagyobb méretű tárgy volt, amit fából készítettek és bőrrel vontak be. Ez egy viszonylag könnyebb fegyver volt, azért is készítették fából és nem fémből, hogy könnyű legyen azt hordozni, viselni és használni és eznek a mérete is nagyon meghatározó volt, mert a katona emögé, a pajzs mögé oda tudott bújni, hogy az egész testét védte. De amikor a római csapatokra gondolunk, akkor magunk előtt kell látnunk, hogy a római csapatok azok nagyon fegyelmezetten vonultak és harcoltak. Közel voltak a katonak, katonák egymás mellett, és voltak olyan hadi alakzatok is, amiket talán még mi is hallottunk vagy olvastunk róla. Ilyen alakzat volt az a teknős béka alakzat, amikor nagyon szorosan álltak egymás mellett a katonák, és maguk elé tartották az ő pajzsukat voltak, akik a fejük fölé tartották a pajzsukat, így aztán áthatóhatatlan falként álltak az ellenséggel szembe. Amikor az ember a pajzsot maga elé tartotta, akkor nem csak saját magát védte, hanem a másikat is védte, aki mellette, vagy éppen mögötte állt, így egymást is védték ezzel a fegyverrel. Isten így akar bennünket is ebben a lelki harcban előre indítani. Nem magányos harcosként vagyunk a világban, hanem gyülekezettel, közösséggel együtt harcolunk, egymásért is harcolunk, és egymást is védjük, és egymásért is támadunk ebben a lelki harcban. Nem mindegy az, hogy mekkora a mi hitünk, hiszen a hitünk a, a pajzs, ami véd bennünket. Ha pici a mi hitünk, hogyha kicsiny hitűek vagyunk, akkor az talán nem véd meg bennünket az ellenség támadásától. Meg kell erősödnünk a mi hitünkben. El kell hagynunk, vagy éppensége, meg kell harcolnunk azokat a hitbeli harcokat, hogy bizonyosságunk legyen az Isten igazsága felett, hogy megrendíthetetlen és bizonyosság legyen számunkra a mi hitünk amivel tudunk védeni saját magunkat és a másikat is. A másik pedig a sisak volt, ami megint csak egy fontos védelmi fegyver, hiszen az ember feje talán a leginkább sebezhető pont. De hogyha egy olyan sisak volt, mint a római katonáknak, akkor az védte őket az ellenség támadásától. Nekünk is hívő embereknek a gondolatainkat, a fejünket kell védeni, hiszen az ördög leginkább azon keresztül próbál minket összezavarni, akár a különböző ellentétes információk, hazugságok, vagy éppenséggel a kétségek, amik gyötörhetnek bennünket. De hogyha mi fogjuk ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, ahogy Pálapostól fogalmaz egy másik levelében, akkor ami mi fejünkön ott a sisak, és akkor nem bizonytalanodunk el, nem tántorodunk meg. Isten adja meg tehát, hogy legyen nagy hitünk, olyan, ami megvéd bennünket az ellenség támadásaitól, amivel másokat is tudunk védni, és legyen a fejünkön a sisak, annak az üdvösségünk tudata, felismerése, hogy tudjuk, hogy örök életünk van, és ezt az örök életet Jézus Krisztus által nyertünk, és bizonyosságunk van afelől, hogy Isten létezik, és Isten szeret bennünket, és Isten megváltott bennünket, és elkészítette számunkra azt az országot, ahová halálunk után megérkezünk akkor védve van a mi fejünk és gondolkodásunk. Amen.